A karácsonyfa kiválasztása legalább olyan fogós kérdés, mint minden családtag számára megtalálni a megfelelő ajándékot. A jó választás megkíméli az embert az idegeskedéstől Szenteste napján és az azt követő hetekben. Hazánkban minden második eladott fenyő luc. A luc fenyő a tipikus illatos karácsonyfa. Kedvező áron beszerezhető, talán az egyetlen probléma vele, hogy meleg lakásban igen gyorsan lehullanak a levelei. Az ezüstfenyő ára még megfizethető, bár tény, hogy drágább a lucnál. Szép, formás, kicsit olyan, mintha a fagy csillogna rajta. Igazi ünnepi hangulatot teremtve ezzel. Tisztíteni azonban nem könnyű, mert nagyon szúrós. Évről évre egyre népszerűbb a Nordman fenyő, aminek ugyan nincs illata, de tűlevelei alig szúrnak, és mindezeken kívül azzal lophatta be magát a háziasszonyok szívébe, hogy gyakorlatilag nem hullatja a leveleit. Azonban, ha a fenyőfák királynője mellett döntünk, mélyebben a pénztárcánkba kell nyúlni. A fa vásárlásánál érdemes a szakember tanácsait szem előtt tartani. Mindenképpen érdemes megnézni a vágást, mert hogyha megnézik az alját, akkor a fatövét, akkor látják azt, hogy mikor lett kivágva. Érdemes azt nézni, hogy lehetőleg ne legyen száraz, aztán ha már megvásárolták, akkor mindenképpen valami hűvösebb helyre kell rakni, erkélyre, vagy esetleg garázsba, ameddig nem jön a Szenteste, mert úgy jobban bírja. Melegre nem érdemes, mert azt a fa megsínyli. Az ezüst fenyőt 4000 forintért kínálják, az egyre népszerűbb Nordman fát pedig 7-8 ezerért. A legnépszerűbb fa várhatóan idén is a luc fenyő marad, amelynek métere 1800 forint. A nyíregyházi búzatéri piac vásárlói között vannak, akik szinte centiméterre pontosan tudják, hogy mekkorát szeretnének, de akadnak olyanok is, akik csak sétálgatnak a kiállított fák között, és beleszeretnek egy-egy példányba. Nálunk már évek óta hagyomány, hogy a karácsonyfának mindenképpen a plafonig kell érni. Mondjuk ez a lányomnak és a férjemnek a mániája. Én jobban szeretném, hogyha kicsi lenne, és olyan szép kis kerek és dús, és kevés díszsel, de a szép. De ők azt szeretik, hogy jó tele legyen pakolva, és jó illatos legyen, és jó nagy legyen, és az egész szobát beterítse. Úgyhogy nálunk azért a hagyományos fenyő az, amit venni szoktunk. Cserepes fenyőt is lehet vásárolni, az áraik 3 és 12 ezer forint között mozognak. Garanciát ugyan nem vállalnak arra, hogy megmarad, de jó esetben tavasszal akár ki is lehet ültetni az ilyen fákat. És vannak, akik hosszú távra szerzik be az ünnep legfontosabb szimbólumát. Egyre népszerűbb a műfenyő. A fiatalok az ezüstöt választják, az idősebbek általában a zöldet és kisebbet. A műfenyő előnye, hogy nem hullatja a leveleit, könnyen össze- és szétszerelhető, szétszerelt állapotban kis helyen elfér. Egy jó minőségű műfenyő, szabályos, könnyen díszíthető, nem hiányoznak róla innen-onnan az ágak, éppen olyan, mint az igazi, csupán illata nincs.